A teremtés története Vas Albert, válogatott magyar mondák Közreműködik Horváth Sándor és Szabó Éva A teremtés története Magosan fönt az ég kékén is túl Napsugár sátrából uralkodott Úristen a világ fölött Két édes testvérével a napsugárba öltözött boldogasszonynal, és az éjszaka sötétjébe öltözött ördöng asszonyjal együtt. Mikor a föld teremtésére került a sor, a sivár pusztaság szépítését két testvérére bízta az úr. Boldog asszony kioldotta hajának hét aranyos tincsét, és ahol megérintette velük a földet, hét hatalmas folyó támadtott nyomban. Ugyanakkor Ördöngasszony asszony is megérintette hajával a földet, de az érintés nyomán ingoványos mocsarak keletkeztek. Míg boldog asszony megteremtette a szorgalmas és hasznos méhecskét, az alatt ördöng asszony rászabadította a földre a mérges és haszontalan darazsat. Boldogasszony beültette a földet jó gyümölcsöt termő fákkal és bokrokkal, hasznos növényekkel, jó ízű gombákkal, de alig végzett vele, ördöngasszony nyomban odaültette közéjük a mérges gombákat, a mérges gyomokat és mérges gyümölcsöket termő fákat és bokrokat. Mikor Isten meglátta, hogy mit cselekedett ördöngasszony, eltiltotta a teremtés további munkájától. Haragjában ördöng asszony leereszkedett a tenger fenekére, hogy onnan hozzon föl szájában agyagot, amiből megalkothatná saját szobrát a földön. De abban a szempillantásban, amikor szájában az agyaggal felcínre bukkant, odafönt a napsátrában Úristen parancsot adott, hogy minden, ami a földön van, növekedni kezdjen. Így aztán ördöngasszony szájában nagy hirtelen elkezdett növekedni az agyag is. De olyan gyorsan, hogy majdnem megfulladt tőle szegény feje. Szép arca eltorzult, és majdnem feketévé kékült a kintól. De utolsó pillanatban még ki tudta köpni szájából az agyagot, és ahol földre esett az asszony szájából kiköpött agyag, ott azonnyomban csúnya sziklás hegyekké változott, mert mindaddig szép lapos voltál a föld felszíne, akár Úristen tenyere. Így keletkeztek rajta a hegyek, ahol lábát töri a ló, szakadékba zuhan a birka, és vadállatok leselkednek a legelésző jószágra. Úristen úgy megharagudott ettől, hogy arany kopiájával mélylikat ütött a földfelszínén, felszínén, és annak mélységes mélyére száműzte gonosz testvérét. Ördöngött. Miután a föld így szépen elkészült volt, Úristen fölnyúlt az égbolt tetejébe, s letört egy kis darabot a napból. Ebből formálta az első embert és az első asszonyt és mivel még maradt a kezében egy kis törmelék a napdarabkákból, ebből a törmelékből teremtette meg az ember és az asszony két hűséges szolgáját, a lovat és a kutyát. Egy reggel az első asszony szépséges aranyvirágot talált a sátra előtt. Fölvette, kendőjébe takarta, és vitte nagy örömmel, hogy megmutassa az urának. Ahogy az ember és az asszony együtt kibontották a kendőt, az aranyvirág helyett egy szép kis fiúgyermeket találtak benne, aki rájuk mosolygott kedvesen, és az asszonynak azt mondta: Édesanyám, az embernek pedig azt, hogy édesapám. Az Úristen elrendelte, hogy az első emberfia neve világügyelő legyen, s mesterségévé tette, hogy tanítójává váljon az emberiségnek a kezdet kezdetétől mind a világ végezetéig. Világügyelő hozzá is fogott nyomban a munkához. Megtanította az embert, az asszonyt, s minden leszármazottukat, hogy miképpen készítsenek maguknak íjat, halfogó hálót, megtanította őket a pásztorkodás sokféle titkára, de legfőképpen pedig arra, hogy miképpen engedelmeskedjenek a teremtő törvényeinek. Hogy még gazdagabbá tegye az ember számára a földet, világügyelő, lehozta az égi mezőkről a tündéreket, meg a törpéket. Azok pedig magukkal hozták saját kincseiket, éneklő madarakat, pillangókat, illatozó színes virágokat, szitakötőket és csigákat, és mindenféle egyéb holmit. Mélyen lent a föld alatt, ahova Úristen haragja száműzte volt, ördöng asszony megszülte gonosz leányát, kincset. Kincs hamarosan csábítani kezdte a földfelszínén élő embereket, a maga rejtett aranyával, ezüstjével, drága köveivel, és vakon engedve a csábításnak, az emberek elkezdtek bányákat ásni a föld mélye felé, hogy meglejék a sötét szikla üregeket, ahova kincs rejtette el a maga föld alatti ajándékait. De ahogy ezeket a sötét üregeket rendre feltárták, az aranyjal, ezüsttel és drágakövekkel együtt, ördöng gonosz lidércei is sorra kiszabadultak a föld alól. és terjeszteni kezdték az emberek között a betegségeket, viszálykozásokat, és rászabadították az emberre ördöng bűneit, a gyilkolást, lopást, hazudozást, s végül a legnagyobb gonoszt is, a háborút. Úgy megrontották ezek a földi életet, úgy megtöltötték gyűlölettel, hogy boldogasszony éjjel-nappal sírt odafenn az égben, s könnyei megtöltötték sóval a tengereket. Hiába igyekezett világügyelő tanítani az embereket, hogy miképpen legyenek jók, szeretősz hívőek, becsületesek és boldogok, csak nagyon kevesen hallgattak rá. Ezek voltak a választottak, a magyar pásztor népek. Akik széles, szabad mezőkön legeltették a maguk nyájait. Éjszaka fölnéztek a csillagos égre, és tudták, hogy ott fönn a magasban, valahol Úristen vigyázza a világot, igazsággal a jobb kezében, és szeretettel a balban. Láthatták a hadakútját, Milyen égbe lovagolnak a hősi halottak, S a nagy göncöl szekerét, Melyen olykor-olykor Úristen maga szekerezte be az égi mezőket. Ilyenkor dörögtek a szekérkerekei odafönt, és amikor a lovak patkója csillagot ért, Villám szikrázott keresztül az égboltozatán. Olykor, megharagudván ördöng gonoszságain, Isten nyilát hajított alá az úra földre. Máskor meg csillagba ütközött az égi szekér kereke, és a szekér derekából aláhullott hatalmas dördüléssel egy mennykő. Békés, szeríd nyári éjszakákon boldogasszony alászállott a földre, a maga saját szekerén a kis göncölön, s hozott az emberiség számára gyógyító növényeket és jó gondolatokat. Mióta ördöngleánya kincs rászabadította a földre a maga gonosz szolgáit, gyűlöletet, írítséget, háborúságot és a sokféle betegségeket, az emberiség nagy tanítómestere világügyelő kénytelen volt bújdosásba menni. Senki sem tudja, hol rejtőzködik. Senki. Kivéve a legöregebb pásztor, a táltos maga. Ő az egyetlen titok tudó, és amikor ő eltávozik a földi életből, utolsó lehelet hível megsúgja utódjának a titkot. Így aztán nemzedékről nemzedékre száll a titok tudása, hogy az emberiség egyetlen reménye soha elneveszen. Magányos éjszakán, kint a végtelen pusztán, egy öreg pásztor megsúgta nekem is a szent titkot. A búvóhely, ahol világügyelő a nagy tanítómester várakozik türelemmel, amíg az emberiség megleli végre hozzávezető utat, ez a titokzatos búvóhely nem egyéb, mint az emberi szív maga. A csodaszarvas Réges régen, messze keleten volt egy gyönyörű szép ország. Észak felől magos hegyek öveszték, délen a csillogó kék tenger határolta. Két nagy folyó erett a hegyekben, skanyarodott alá a tenger felé, szelít, dombok, sfüves, szép rónaságok között. Akik abban az országban éltek, nem csak harcosok és ügyes vadászok voltak, de kitűntek szorgalmukkal, tudásukkal és bölcsességükkel is. Boldogan és békés jólétben éltek világhíres királyuk, Nimród úr uralkodása alatt. Nimród királynak két fia volt. Egyiket Hunornak, másikat Magornak hívták. Jó lovasok, bátor vadászok voltak, akár csak az apjuk. Válogatott legényeik élén olykor napokig oda voltak vadat űzni a rengeteg mélyén. Egy ilyen alkalommal, amikor vadászni voltak, Mindegyikük száz-száz válogatott legényjel, pompás paripákon, egyszerre csak egy gyönyörű szép fehér szarvas ugrott ki eléjük az erdőből. Ezüstösen fehéren csillogott a szőre, mintha csak tiszta holtsugárból lett volna, s agancsai hegyén ezernyi csillag tündökölt. Legényeik élén, hunor és magor űzőbe vették a csodálatos vadat. Dombra föl, völgybe bele, Fűves mezőkön keresztül, patakokon át, Reggeltől estig folyt a hajsza. Mikor a nap lement, s fáradt volt ló és ember, A csodaszarvas eltűnt, Mintha csak föld nyelte volna el. Letáboroztak éjszakára a testvérek, De alig ültek nyerekbe másnap reggel, Újra csak ott volt előttük a csodálatos állat, Mintha várt volna reályok, s a hajszak kezdődött előről. Átkelve a magos hegyeken, hét napon keresztül követték a csodaszarvast, feneketlen lidérces mocsarakon át, míg a hetedik nap estéjén olyan gyönyörű földre jutottak, melyhez foghatót még nem láttak addig. Sejmes rétek, ligetes erdők, csillogó tavak és csobogó patakok vették körül őket. Az erdők tele vaddal, a vizek tele hallal, s a mezők füve a lovak hasáig ért. Mihelyt a nap lement, a fehér szarvas beugrott egy kékvízű kis tóba, és eltűnt benne örökre. A fáradt vadászok tábort ütöttek az erdőliget szélén, s hamarosan álomba szenderültek. Az éjszaka közepén azonban Hunor és Magor csodálatosan szép énekszóra ébredtek. A tó felől jöttek a hangok, s ahogy óvatosan követték a csábító énekszót a holdvilágos, csillagporos éjszakában, egyszerre csak olyan csodálatos kép tárult a szemük elé, hogy még a lélegzetük is elakadt tőle. A parton, pontosan azon a helyen, ahol a csodaszarvas eltűnt, 200 tündérlány ének lejtette bűbájos táncát, dul király két szépséges szép lánya, ahol csugár ezüstjébe öltözve. Hunor és Magor azon nyomban szerelembe estek a tündérkirály két gyönyörű lányával ott helyben feleségül is vették őket. A 200 legény pedig a 200 tündérleányt, s letelepettek velük az új országban. Hunornak és kíséretének a leszármazottjai hunoknak nevezték magukat, Smagornak és magornak és száz legényének az utódai lettek, a magyarok. Elhangzott a teremtés története. Vas Albert, válogatott magyar mondák. Közreműködött Horváth Sándor és Szabó Éva. Szerkesztő Filippi Éva, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.